én úgy találom, hogy az embereknek nagyon nagy szükségük van Bach muzsikájára, és én ennek az elsődleges okát abban látom, hogy hát nagyon rossz tendenciákat, folyamatokat figyelhetünk meg a világban. A rend az teljesen felbomlott, az értékrend a feje tetejére állt, és ami régen érték volt, és szerintem ma is az, az gyakran nem tekintik annak, ami silány és értéktelen, azt meg sokszor dicsőítik, ünneplik. Tehát, ha valaki nem hoz otthonról egy nagyon szilárd, nagyon stabil értékrendet, akkor szerintem bajban lehet. Akkor a különböző hatások keresztüzében tehát nem biztos, hogy könnyű eligazodni. És nekem azért meggyőződésem, hogy minden ember vágyik a szépre, a jóra, a tökéletesre, és hogyha valaki Bach muzsikája felé fordul, akkor mindezt megtalálja. Valójában egész életemet a belvárosban éltem le eddig, kivéve azt a 6 évet, amikor is a külföldi tanulmányaimat folytattam, és meg kell, hogy mondjam, hogy én nagyon szeretem a belvárost. Én itt jól érzem magam, el se tudnám képzelni, hogy máshol lakjak. Minden ide köt. Az emlékek, a régi iskolám, az összes utcához fűződik valami. Én szeretem az emlékeket, szerintem azok fontosak. A Dunapart például mindig itt sétáltattuk a pulinkat. Számomra ez jelenti a stabilitást, mert erre az élet minden területén szükség van szerintem. Az emberi kapcsolatokban, a hivatásban, mindenben. Én törekedtem arra, hogy minél nagyobb legyen a repertoárom. Még kevéssé ismert, de nagyon jó, kitűnő zeneszerzőket is időnként a feledés homályából elővettem. Vagy amikor például lehetőségem volt a Hungarotonnál lemezeket készíteni, akkor ők arra törekedtek, hogy világelső felvétel szülessen. Tehát ami még nincs a piacon, mert azt lehet jól eladni. És akkor az első ilyen CD felvétel, amit 1991-ben készítettem, az Gottlieb Theophil Muffat albuma volt, ez egy 6 suite-ből és egy chaconne-ból álló sorozat, barokk zeneszerző, de igazából senki nem játszotta, és én valahogy hozzájutottam, és nagyon megszerettem, és akkor ezt vettem föl. És néhány hónap múlva kiderült, hogy megkapta a Német Lemezkritikusok díját, ami hát nagy dolog volt, mert egyszerre csak egy listán találtam magam Márta Argerichert, Gidon Krémerrel, Pierre Boulezzel, és ez volt az első lemezem.